11 helyszínen újulnak meg a buszvárok Nyergesújfalun, a helyi önkormányzat egy céggel kötött szerződésének jóvoltából. A munkálatok hétfőn indultak el, és várhatóan még a héten befejeződnek, így az utasok pár napon belül már modern körülmények között várakozhatnak az autóbuszokra. A napokban beemelik a sportcsarnok egyenként közel 30 tonnás áthidaló gerendáit, az első három elem már a helyére került. Ezt egy 500 tonna teherbírású óriás darúval teszik a szakemberek. A munkálatok miatt a Gőzhajó utcát lezárták az autós forgalom elől. Esztergomúj sportcsarnok a 500 fő befogadására lesz alkalmas. Avarkori temetőre bukkantak tereprendezési munkák közben Párkányban. A rendelőintézet melletti területen, a Dunaparton üzletközpont épül, a munkások itt találtak a sírokra. A régészek már dolgoznak a helyszínen, ahol csatokat, tört és lovas sírt is találtak, írja a mahét.sk.